felség, régi szokással magyarogtam, hogy tisztelik nagyjaikat és büszkék útjukra. Vedd el tőlük a útjukat, és azt teszed ezzel a népvel, amit akarsz. Tisztelt polgármester úr, elnök úr, alpolgármester asszony, alpolgármester úr, jegyző úr, képviselő úr, hölgyeim és uraim, tisztelt testület! Napóleon egykori külügyminiszterének, hanem annak a szavait idéztem, aki a császárnak tett ilyen szemre való javaslatot. Éles látásról és jó ítélőképességről mutatkozik meg az egykori külügyminiszter megállapítása. Valóban nekünk magyaroknak fontos a múlt, és fontos, hogy a múltban legyünk tisztában egykori nagyjainkkal is. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt ünneplő közösség! Ma is, augusztus 20-án, államalapításunk ünnepén, ezek kavarognak bennünket. Egyszerre ünnepeljük nemzetté válásunkat, függetlenségünket, egyszerre tesszük mellé kereszténységünket, hiszen keresztény történelmünk Szent István királytól kezdve íródik. Egyszerre védjük meglátni Szent István művében az Európához való hozzákapcsolódást, tartozást, és egyszerre vagyunk büszkék arra, hogy nemzetté válásunk, egyben összetartozásunkat is megteremtett. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezer esztendő, több mint ezer esztendő a magyar államalapítás óta kudarcok, sikerek, dicsőségek, bukások sorozatát hozta népünk történetében. Gyermekként, fiatalként, de felnőttként is szívesen olvassuk egykori nagyjaink dicső tetteit, büszkék vagyunk rájuk. Mint ahogy tudjuk jól, hogy a történelem megpróbál bennünket számtalan alkalommal, és a dicsőségeink mellé kijutott jó néhány alkalommal a kudarcokból is. Mégis a mai nap arról szól, hogy a 21. században itt vagyunk nemzetként, a magyarság megmaradt, talpon maradt, államalapító és államalkotó nemzetként az európai közösség méltó tagja. Szent Istvántól tanultuk meg, hogy egyetlen népnél sem vagyunk alávalóba, egyetlen népnél sem vagyunk kisebbrendűek, büszkén vallhatjuk meg magyarságunkat. Államalapításunk tehát összekapcsolódik jó néhány történelmi tényünk, történelmi büszkeségünk ünneplésével. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mégis amikor azzal kezdtem, hogy a múlt és a múlt nagyjai össze kell kapcsolódjanak, ki kell emelnem ennek az államalapításnak az oszlopát, megteremtőjét, alkotóját, Szent István királyunknak. Főhajtással tartozunk neki, hiszen olyan művet alkotott, ami átívelt több mint ezer esztendőn, lényegében az általa létrehozott magyar állam 20. század elejéig Kárpát-medence szerves alkotmánya volt és alkotása volt. Neki köszönhetjük azt, hogy a Kárpát-medencében a magyarság a szláv vagy a német tenger mellett sem tűnt el. Méltóképpen kell tehát előtte is őt hajtani. Amit ki kell emelnem életművéből, mindenképpen a magyar állam, de hogy mit teremtette meg ennek a magyar államnak a létrehozását, az az emberi tulajdonság, amivel valamennyien szeretnénk rendelkezni, ez pedig a bátorság. Hiszen bátor volt abban a tekintetben, hogy mert döntéseket hozni. Mert olyan döntéseket hozni, amelyet erős kezű vezetőként, azt mondanám, korszerű vezetőként végre is tudott hajtani. Nem csak az a képesség jellemezte, hogy felismerte a nagy történelmi tendenciákat, és tudta jól, hogy mire van szüksége népünknek, hanem képes volt, ha kellett tűzzel vassal, a kor akkori szokásainak megfelelően az államalapítás nagy művét létrehozni. Azt kell mondanom, hogy Szent István műve kiállta az idő próbáját, de Szent István ennél többet is teremte. Hiszen az államalapítás nem csak azt jelentette, hogy létrehozta a közigazgatást, az állami igazgatás létrejött, hogy segített abban, hogy az egyház rendszere kiépüljön Magyarországon, lehetővé tette azt, sőt elrendelte, hogy 10 falu építsen egy templomot, nem csak abban jeleskedett, hogy ezt a művet megalkotta, hanem képes volt arra is, hogy Magyarországot, az akkori magyar királyságot bekapcsolja az európai közösségek rendszerét. Hiszen emlékezzünk, Rómában, Ravennában kolostorokat vesz és kolostorok zarándokházat nyitott. Képes volt tehát arra, hogy egyrészt
híreket, információkat gyűjtsön össze az akkori világ nagy áramlatairól, de ennél többet tett Szent István, hiszen arra is képes volt, hogy ezeken az uralkodó házakon keresztül, Konstantinápolyban, Jeruzsálemben, Rómában megértesse a magyar álláspontot. Hiszen nem csak az a fontos, hogy mi tudjuk azt, hogy mi zajlik körülöttünk, azt is fontosnak kell éreznünk és tudnunk, hogy akik kívül vannak rajtunk, azon olyan értékel, hogy mit miért teszünk. Szent Istvánnak tehát azt köszönhetjük, hogy a magyar szellemet elfogadhatta a külföldön, és képes volt arra, hogy a magyar királyságról, mint önálló, független, keresztény királyságról gondolkodjon mindenki. Gyerekkori, ifjúkori élményeim közé tartozik Györffy György professzor István király és Művet című könyvének az olvasása. Javaslom ma is mindenkinek, ha van szabad ideje, forgassa. István király műve csak úgy tudott létrejönni, hogy ez a fiatal ember valamikor a 970-es évek környékén született, 30 éves korára rendelkezett azzal a képességgel, hogy ezeket az alapvető döntéseket meghozza. Hiszen gondoljunk bele, a magyarság törzsi rendszerben élt, Vajk néven, mint nagyfejedelem vezetette volna ezt a népet, képes lehetett volna az arra, hogy ugyanúgy folytassa elődeinek, Gézának, apjának, vagy nagyszüleinek a művét, mint ezt sokan előttenek tették. De István király felismerte azt, hogy ha a törzsi fejedelemségből nem alakulunk át királyságnál államát, akkor nem tudunk megkapaszkodni. Akkor ő pusztán egy törzsi vezető vezér lesz, nagy fejedelem marad, és nem király, aki koronálta a pápától, akkor képtelen lesz arra a magyarság, hogy megkapaszkodjon a Kárpát-medencében. Azt kell mondanom, történelmi tény, hogy arra is képes volt minden ellen, hogy amikor államot hozott létre, akkor Magyarországot, ellentétben Csehországgal például, a cseh királysággal, ne egy német vazalus fejedelemmé tegye, hanem önálló független országra. Sokan vannak, hogy ugorják egyet az időben, akik ma is arra gondolnak, hogy az európai közösség tagjaként nem csak az a dolgunk, hogy elfogadjuk azt, amit más politikai vagy hatalmi központokból bemondanak. István király példája, István király tette, nem ezt üzeni nekünk. Hogy mi volt az eleje? Valószínű felelősségvállalás, az a képesség, hogy Szent Adalbert és mások apja tudatosan képezte arra a munkára, arra feladatra, ami rávár. De két olyan dolgot is hadd emeljek ki, ami nekünk számunkra, 21. számunkra élőknek is egy üzenet. Egyrészt ma azt mondanánk, hogy Szent István király hiteles ember volt. Ahogy élt, úgy ítélt, és úgy élt, ahogy elvárta ezt másoktól is. És a hitelesség egy személyes példamutatásra társul. Szent István király képes volt arra, hogy ne csak beszéljen a kereszténységről, ne csak fő életműveként az államalapítás mellett a kereszténység elterjesztését vallja, hanem úgy is éljen. Így nevelte fiát, Imre herceget, és ilyen módon érte el azt, hogy első lehetett a magyar király szentjei körében, hiszen már 1083-ban szentté avatták. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy ilyen ünnepen nyilván az ember keresi azt a kapaszkodót, ami hozzákötő jelenhez. Nyilván keresi azt a pontot, ami őt, a személyes életét hozzáköthetni az államalapítás művéhez. Azt gondolom, akkor vagyunk méltók erre az ünnepre, hogyha mindig új tartalommal tudjuk megtölteni a magyar államiságot. Nekünk 2016-ban élő embereknek az a dolgunk, hogy a munkánkat úgy végezzük, úgy hajtsuk végre, hogy azzal minden egyes nap hozzátegyünk valamit a magyarság megmaradásához, és hozzátegyünk valamit a magyar államhoz. Az elmúlt 1000 évben, az elmúlt századokban ez időnként hősi kiállást jelentett. Gondoljunk csak bele, mikor Dobó István vagy Szondi, vagy Gyülisics törökkel nézett szembe, élet-halál kérdések voltak. Ma szerencsések korban élünk, nincs ilyen kérdés, de számomra mindig egy nemes példa Bibó Istvánnak a tevékenysége. 1956. november 4-én, miközben már tudta, hogy az orosz csapatok megszállják Magyarországot, lement a hivatalába, odaadott az íróasztalához és elkezdte az napi munkáját elvégezni. Igen, ilyen emberekre szükségünk van, sőt azt kell mondanom,
ilyen emberek ezreire, millióira van szüksége a magyarságnak ahhoz, hogy egyből a kettőre tudjunk jutni. Bízom abban, hogy az az eredmény, amit az elmúlt években közösen elértünk, megerősíti önöket is abban, hogy van értelme ennek az apró munkának is. Hiszen gondoljunk bele, 6 évvel ezelőtti kormányváltáskor Magyarországról lemondóan nyilatkoztak, a 10 csődelő álló ország között emlegették, és már elértük, hogy független, önálló, gyarapodó, emelkedő nemzetként tekintenek rá. Természetesen kételkedők mindig vannak. Az elmúlt hónapok a migráció vitájával telt, és nagyon sokan mondják itt is, hogy Magyarország, amelyek csökken a népessége, miért nem nyitja meg a határait, miért nem fogadja el a számára kiírt, előírt kvótát, miért nem telepítünk be ide olyan embereket, akik aztán úgymond majd megújítják a nemzetet. Azt mondom, hogy ebben a kérdésben is a saját utunkat kell járni. A magyar kormánynak, Magyarországnak, Magyarország népének kell felelősséggel tartoznia. Ki kell állni a magyar emberek véleménye mellett, ki kell állni az érdekeink mellett, még akkor is, hogyha ez néha azt jelenti, hogy mindenkivel vitatkozunk el. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, sokan látták biztos szintülők között is azt az egykori amerikai filmet, ami 12 idős emberről szól, ami arról szólt, hogy az esküdtszék 12 tagja döntést akar hozni, és mivel csak közösen tudnak egyhangú döntést hozni, mindenkit meg kell győzni a közös álláspontról. És úgy indul a vita, hogy 11 ember áll szemben egy emberre. És a film végére kiderül, az egy embernek volt igaza abban a kérdésben. Hát nekünk is lehet egy országként, szerencsére nem, mert vannak ebben az ügyben partnereink, társaink Közép-Európában, de meg kell értetnünk az Európai Unió nagyobb közösségével, mint a 28 tagországgal, hogy a migráció nem megoldás. Sem az öregedésre, sem a munkaerő hiányára, sem arra, hogy ebben a régióban, ebben a kontinensen kevés ember születik. Más megoldásokat kell találni, más lehetőség után kell nézni, hiszen akkor tudjuk megőrizni függetlenségünket, önállóságunkat és keresztény tradíciókat, hagyományainkat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, harcokon vagyunk, és harcok is kivette részét az elmúlt években az ország építéséből. Azt kell mondanom, hogy a magyar kormány önmagában erőtlen, hogyha programot kell végrehajtani, de hogyha ahhoz sokan társulnak, és nem csak állampolgárok, önkormányzatok, civil szervezetek, akkor ezeket a programokat sokkal gyorsabban és eredményesebben tudjuk megvalósítani. Látszólag, amikor egy fejlesztésről van szó, legyen az a kórháznak a megújítása, a termálfürdőnek az építése, akkor egy helyi kérdésben kell csak összefogni az erőinket. De ennél sokkal nagyobb kérdésekben is együtt tudunk működni, hiszen amikor egy város a saját lehetőségeit veszi számba, ezeket a lehetőségeket valósítja meg, akkor hozzá tud járulni ahhoz, hogy a magyarság egészen gyarapodjon, a magyar közösség váljon erősebbé, ezáltal pedig, hogyha erősebbek vagyunk, erősebben tudjuk képviselni a saját érdekeinket is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Konklúzióként, befejezésként át azt tudom mondani, Magyarországot, a magyarságot minden nap újra kell teremteni. Ma nekünk adta meg a jó Isten, hogy ezt a munkát elvégezzük. Ki a munkájával, ki azzal, hogy segíti a munkában levőket, már idős emberként vagy nyugdíjasként, de ez a feladat mindenki számára adott. Majd van a teremben olyanok is ülnek, akiket az ünnepi köszöntők után elismerésben részesítünk, kitüntetünk. Azt kell mondanom, hogy az ő példájuk szolgálja mindenki számára útutató, hogy irányítunként, minden napokat lehet fásultat beletörődve végezni, akkor az embereknek érzi magát, de mi is ugyanannak célja, értelme és iránya legyen. Akik ma kitüntetünk, ilyen emberek itt élnek közöttünk, ők nem az álmaikat valósítják meg, azt a feladatot végzik el, amit vállaltak, vagy amit rájuk szabott az élet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, gratulálok nekik, örömmel köszönöm a figyelmet, szép ünnepet kívánok, Isten legyen Magyarországon!